Hello Győr, köszöntöm a Győr Plusz televízió nézőit. Ha kezdődik a Győri Tavaszi Fesztivál, akkor bizony az idő is megenyhül. Napsütéses fesztivált kívánok, és köszöntöm Tótné dr. Kardos Krisztinát, a Győri Művészeti és Fesztivál Központ igazgatóját. Szervusz! Szia! Hát elhoztad a napsütést. Igyekeztem, igen. És rengeteg programot. Mesélj nekünk, mivel indítottatok, és mire számíthatunk a fesztiválon? Hát igen, hogyha elkezdődik a tavasz, akkor nem csak a természet zöldül ki, hanem azt szoktuk mondani, hogy a kultúra is újraélet, felevenedik, megélet Győrben. Rengeteg programot hoztunk, a tavaszi fesztivál március 15-ével elindult a városban, az első programsorozat egy fotókiállítással indult, hagyományosan minden évben egy kiállítás kerül megrendezésre, idén egy fotókiállítást álmodtunk Győr Rióban, Rió Győrben címmel, Marcali Gábor fotóiból. Bizony, ez a kiállítás már megnyitotta kapuit, és április 13-ig látogatható, ha jók az információim, ugye, és a kis füzetecskében is benne van szépen minden. Azért is hoztál, gondolom, füzetet, mert ezt már mindenki megkapta, a programfüzetet, vagy javarészt már bekerültek a postaládákba is, én úgy tudom. Bízom benne, de aki mégsem, az a www.mufegyor.hu honlapon, illetve Facebook oldalunkon, vagy az Instagram felületünkön tájékozódhat. Én biztos vagyok benne, hogy idén is a családosokra is gondoltatok, ugyanúgy, mint egy hölgyre, aki mondjuk még szingli, és szeretne valami jó pofát hallani. Szóval sok esemény lesz, mesélj nekünk a programokról is. Így van, a programszervezésnél mindig kiemelt figyelmet fordítunk a családosokra, a kisgyermekesekre. Idén két programmal készültünk a gyerkőcöknek. Az egyik március 23-án a Bonbon Matini előadása, Ludas Matyi címmel, hát a Liba Pásztor furfangos története elevenedik meg. Igazából ez egy rendhagyó, ez egy kuriózum előadás, hiszen itt a célunk az volt, és az előadás célja, hogy ez egy rendhagyó hangszerbemutató, tulajdonképpen zenés módon ismerhetik meg a gyerkőcök a különböző hangszereket, illetve nem csak a zenével ismerkedhetnek, hanem természetesen a mesének a történetét egy digitális táblá segítségével elevenítődik fel. Nagyon népszerű a gyermekek körében, Győrben is a hangszerbemutató, volt ugyebár hangszersimog, is. És még, ha jól tudom, akkor lesz egy program, Hajós András is Győrbe érkezik. Így van, a zenehajó előadás az március 31-én, hát valóban a kapitány Hajós András és a legénysége pedig a 18 fős Modern Art Orchestra. Ez egy rendhagyó, tulajdonképpen zeneóra lesz. Érdemes időben megvenni a jegyet? Én úgy látom, hogy például ez a program, a zenehajó, március 31-én lesz majd a Richter teremben, tehát gondoljunk már most arra, hogy be kellene szerezni a jegyeket? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, hiszen a tavaszi fesztivál előtt már a jegyek megvásárolhatóak, és nagyon szépen kapjuk a visszajelzést, tehát nagyon nagy az érdeklődés, szépen fogynak a jegyek, úgyhogy aki szeretne részt venni rajta, én azt javaslom, hogy minél hamarabb, több ponton is megvásárolható a jegy. Sok hölgy, sok pár érdeklődik, lesz egy no comment, azt hiszem, ilyen címmel. Igen. A tavaszi fesztivál programsorozatát a No Comment rendezvény zárja, ez egy rendhagyó talk show, itt a hölgyek mindent átbeszélnek, kibeszélnek, megbeszélnek tabuk nélkül. A vendégek lesznek Dubókata, Ábel Anita, a füzetben Grillusz Dorka szerepel, de helyette Hernádi Judit érkezik Győrbe, Risztovéva, és hát természetesen egy férfi is, Rákóczi Ferenc vezeti a műsort, illetve nem szeretnék kulisszatitkot elárulni, de lesz még egy meglepetés vendég is. Itt ezen az eseményen? Igen, és egy hölgy. Mondjuk szerintem Hernádi Juditnak is igen, csak örülünk. Én is úgy gondolom. Össze-vissza mentünk ugye a programokba, nem követtük időrendi sorrendben. Romance.com. Hú, ez egy nagyszerű vígjáték, nagy sikerrel játsszák Budapesten, és mindenki által szeretett színész óriások szerepelnek benne, mint Jordán Tamás, Molnár Piroska. Ez egy nagyon édes kis történet, abszolút trendi történet, hiszen az internet világába kalauzol bennünket, két kis idős elkezd az interneten csetelni egymásra, természetesen nem fedik fel sem korukat, sem kilétüket, és hát aztán innentől kezdődnek a bonyodalmak, a szövevényes szálak, nagyon édes kis vígjáték, és természetesen a végére kiderül minden.
Amikor elkezditek szervezni a Győri Tavaszi Fesztivált, akkor nyilván a Hímes Tojás Napját sem szándékoztok kihagyni. Óriási nagy népszerűségnek örvend, én is megyek a gyermekekkel, és bizisten mondom, hogy nem férünk be sokszor az eseményre. Igen, ez egy olyan hagyományos esemény, amit szerintem mindenki vár. Tehát amikor az én gyerekeim is kicsik voltak, nagyon szívesen mentünk. Március 26-án lesz idén is a Generációk Házában a Hímes Tojás Napja, és én úgy gondolom, hogy érdemes mindenkinek kilátogatni, hiszen a hagyomány mellett láthatjuk a megújulást is, hogy milyen tradíciók vannak, lehetőség nyílik tojásfestésre. Ez egy nagyon-nagyon szívet melengető rendezvény, én úgy gondolom. És ez az a rendezvény, ahonnan tulajdonképpen az egész Magyarországról érkeznek tojáskészítők, tojásfestők. Igen. Kíváncsi lennék én arra, amikor ti elkezdtek gondolkozni azon, hogy kiket hozzatok Győrbe, hogy kiket szólítsatok meg az előadásokkal, akkor ez hogyan épül fel nálatok ott a fesztivál központban? Természetesen van egy költségvetésünk, tehát azt szoktuk mondani, hogy ötletekben kifogyhatatlanok vagyunk, de ezért mégis a realitást a költségvetés húzza meg, de nagyon-nagyon jó csapatmunkában végezzük a munkánkat. Nagyon sok kollégámnak évek óta tapasztalatom, és igyekezünk mindig olyan előadásokat hozni, ami mindenki által kedveltek, szeretettek, tehát bízunk benne, hogy nagy siker lesz. De igyekezünk mindig azért olyan előadásokat is hozni, mint például a betyárjáték is, ami egy néptánc, tehát hagyományokat is őrzünk, hiszen azok a hagyományok, amik összetartanak bennünket, magyarokat is, és például ez a betyárjáték egy olyan országszerte, országhatáron túl is keresett kuriózum, hogy büszkék vagyunk rá, hogy a győri közönségnek is el tudtuk hozni. Koncert, film, tánc, színház. Így van. Igen. Érdekes. Ez a saját megnevezésük. Itt tudni kell mindenképpen, hogy Ferenczi György és Raszka Jam slágerei mellett felcsendülnek Galgamenti, Szatmári, vagy pedig kalotaszegi népdalok is, illetve hát Cimbi, Kovács Norbert és Cimbi társulata pedig a betyárvilágba kalauzol bennünket a néptánccal, de még az előadást tovább színesíti Szomjas Györgynek a betyárfilm részlete is, és úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg ez egy kuriózum előadás lesz. A Nemzeti Színháznak a produkciója egyébként. Egyet-kettőt kihagytunk, például a Műhelyestek az Icsi Palotában, a versolvasás öröme, ami József Attilánk. Hát a versrajongóknak is kedveztek, úgy látom. Igen, mindenképpen szeretnénk, célunk, hogy az Icsi Palotának a kapuját szélesebbre tárjuk az idei évtől. Különböző kamarakoncertek is, ami múlt héten nagy sikerrel zajlott, a Gerendás Péterest két előadásunk is volt, és természetesen 27 éve hagyományosan megrendezésre kerül a műhely folyóiratnak a Műhelyestek, és itt a versolvasás öröm a sorozatból József Attila verseit középiskolások olvassák fel. Az Icsi Palota kitárását, kinyitását az is jelzi, hogy több programmal is találkoztam, ami pont oda illik tulajdonképpen. Hívtatok humoristát, tehát hogy nagyon sokrétű, színes dolgokkal. Azért, mert hogy szép, és szeretnétek megmutatni, és beinvitálni a pörgésbe, forgásba, a programokba? Egyrészt nagyon gyönyörű, én úgy gondolom, hogy Győr egyik legszebb balokk épülete, esküvői helyszín, tehát nagyon nehéz az időpontot egyeztetni. De én úgy gondolom, hogy a magas kultúrának, különböző meghitt kamarakoncerteknek egy ideális helyszín. Például egy győri származású művészt is hívtunk Győrbe, illetve egy olasz-itáliai ismerősével, Fábio Barbagallóval és Bojtár Imre oboa és gitárkoncertje lesz még. Tehát igyekszünk tényleg olyan meghitt magas kultúrájú koncerteket is elhozni, ami úgy gondolom, hogy színesíti a palettát, és bízom benne, hogy igazolja, hogy van erre igény Győrben. Kriszta, lehet magánjellegű kérdésem? Légy szíves. Melyik a kedvenced a programok közül? Nekem több kedvencem van, én nem szeretnék kiválasztani egyet sem. Én bízom benne, hogy
a győrieknek is tetszik. Nyilván az én szívemhez közelebb állnak a vidámabb dolgok, olyan dolgok is, olyan előadások is, ami családoknak szól, hiszen nekem is vannak gyermekeim. Igyekszem az én gyermekeim igényeit is figyelembe venni, és úgy gondolom, hogy kötelező is a mostani technikához, tehát akár marketing eszközökben is, nem csak print formában, hanem a Facebookon, az Instagramon is elérni az érdeklődőket, illetve programokban is egy széles palettát kínálni. Igyekszünk nem csak az idősebb korosztálynak, hanem egyre inkább a YZ korosztálynak is megfelelni. Bár azt is látjuk, hogy a kutatások bizonyítják, hogy egyre inkább összefonódnak ma már az igények. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Az Import Impro Egyesület égisze alatt működő Rév Színházi és Nevelési Társulat a legkényesebb témákban is szakszerű segítséget tud nyújtani fiatal közönségének. Emellett pedig kommunikációs tréningekkel és színházi előadásokkal már nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi színpadokon is ismertek. Bojkovszky Zsolt elnök és Szántó Dániel színész, drámatanár a vendégem. Sziasztok! Szia! Szia! Na, honnan jöttetek ti haza, és milyen díjat hoztatok? Kezdjük az aktualitásokkal. Valaki. Csak nézzünk egymásra, igen. Igazából Tyumenben jártunk egy nemzetközi színházi fesztiválon, amatőr és ifjúsági színházi fesztiválon jártunk. A Magyar Színjátékos Szövetség delegálta az Irina című előadást, a Rév Irina című előadását ide Tyumenbe, Szibéria déli részére, és onnan hideg hoztunk volt el egy kis díjat. Kevés, de hidegebbre számítottunk. Bevásároltunk mindenféle meleg cuccokkal, de szerencsére nem kellett használnunk. Előttünk két nappal volt egy hóvihar, úgyhogy a havat láttunk, de hideget szerencsére annyira nem. Na, aztán az Irina hozott egy díjat. Ez milyen díj volt pontosan? Mit kaptatok? Színészi összmunkáért kaptunk külön díjat. Aki már látta az Irina című produkciónkat, aki még nem, azoknak elmondom, hogy a három férfi meséje szól egy nőről, és arról folynak a történetek, hogy hogyan találják, hol nem találják meg ezt az Irina nevű lányt, és a történet végén aztán meg is jelenik a mi darabunkban, de mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy hogy is néz ki valóban ez a lány. És ennek a hármas férfi színészi kapcsolatért, alakításért kaptuk ezt a csoportos díjat. Ez mivel jár? Mert tulajdonképpen ez ugye egy fesztiválon voltatok. Igen. Tehát ez... Hát szerintem az egy elég komoly elismerés olyan szinten, hogy ez egy nemzetközi fesztivál volt, tehát nagyon sok országból voltak szakértők is, illetve résztvevők is, és egy ilyen mezőnyben ez a fajta együttműködés, együttjáték, egymásra figyelés, ami szerintem az amatőr színházban elég fontos, hogy egy közösség teremtő ereje is van, ez kapott külön figyelmet, és külön említésre méltónak gondolt a nemzetközi szakértőgárda. Hát gratulálunk hozzám. Köszönöm. No, kérlek benneteket. Most talán itt el is hangzott az, ami a legfontosabb, hogy ti neveltek, ti műveltek, egyébként is műveltek valamit, de hogy mire is nevelitek a, úgymond a fiatal generációt? Nyilván sokan nem juthatnak el színházba, van egy olyan réteg Magyarországon is, akár itt ha a győri gyermekeket nézzük, akik bizony nem jutnak el színházba, vagy azért, mert anyuka, apuka nem is érez affinitást e fajta dolog iránt, vagy pedig azért nem, mert nem teheti meg, tehát a szociális kényszerből nem jut el. Ti hol léptek itt képbe? Mi az iskolában lépünk itt képbe. A Révvel pályázatok és támogatások útján tudunk elmenni, tehát a diákoknak nem kerül ez semmibe, hogy mi oda megyünk és játszunk velük, vagy ők jönnek akár a Generációk házába, vagy akár a Rómer házba. Ellentételezés nélkül ők részt vehetnek egy osztály egy ilyen foglalkozáson. A foglalkozások témája pedig mindig korosztálytól adott, hogy éppen kiket akarunk megszólítani. Ez akár a kiközösítésről szólhat, a Kívülbelül című produkciómban például, vagy a Massa című produkciómban, ami a cyberbullyingról szól, az internetre zaklatás. Ez is manapság egyre inkább érinti a fiatalokat. És egy-egy ilyen alkalommal közösen tudunk gondolkodni, illetve ők látnak általunk hozott színházi jeleneteket, amik az adott témában fontosak, vagy úgy gondoljuk, hogy gondolatokat ébresztett bennük,
és akkor ennek a feldolgozása, átbeszélése zajlik közösen egy-egy osztályon. És ezeken a foglalkozásokon keresztül a kérdésedre válaszolva, ugye kétféle dologra nevel ez az egész színházi nevelési vonal szerintem. Az egyik, hogy színházra, a színház megértésére, olvasására, befogadására. Másik oldalról viszont az szerintem kritikai gondolkodásra, az érvelést tanítja, érvelés technikát, illetve azt, hogy merjünk megszólalni, merjünk véleményt formálni adott problémakörről. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a foglalkozások azok nem megoldást adnak, hanem felvetnek egy-egy helyzetet, problémát, szituációt, és akkor erről indul meg egy közös gondolkodás. Beszélnek róla egyébként a gyermekek? Tehát a feldolgozás az gondolom ott is elkezdődik, amikor látnak egy szerepjátékot, akkor utána mernek, nyitottak? Tehát mernek beszélni róla? Az a tapasztalat, hogy igen. Nyilván ez a közelsége annak, hogy mi eleve úgy nyitunk feléjük, hogy barátsággal, illetve buzdítjuk őket arra, hogy ők is nyugodtan nyissanak felénk a kommunikáció terén. A korosztályban azok jönnek, akik érdekeltek ebben a témában, tehát hogy közel áll hozzájuk. És ezért úgy gondolom, hogy ezért könnyen bevonódnak, és könnyen tudnak beszélni róla. Illetve hát ugye itt jön képbe az, hogy ez a drámatanárnak a feladata, hogy olyan közeget teremtsen már a foglalkozás létrehozásakor, ami a gyerekeknek kényelmes, olyan módon nyisson feléjük a foglalkozás, amiben ők jól érzik magukat, és biztonságban, és ezért mernek megszólalni. Tehát, hogy ez eleve ott kezdődik, hogy a légkör megteremtése, majd pedig utána, ahogy a drámatanár működik ebben a megalkotott közegben, légkörben. Sok helyen jártatok, sok gyermekkel találkoztatok. Mit tartotok a legfontosabb problémának? Vagy hát legfontosabb probléma, tehát legégetőbb probléma, vagy sürgősen megoldandó kérdésnek? Dani több helyen járt. Ilyen szempontból lehet, hogy jobban tudsz válaszolni, nekem személyes véleményem van inkább. Mondd el! Bár arra még kell egy kis idő, hogy ezt megfogalmazzam. Akkor Dani kezd. Dani, elkezded? Kösz. Szerintem, ami számunkra kitűzendő cél, valóban ez a gondolkodás, gondolkodtatás. Az mindegy is talán, hogy milyen témában, hiszen bármilyen élethelyzet adódhat egy-egy gyereknél, vagy egy-egy osztályban, egy kiközösítés, vagy egy szekálás, hogy tudjanak gondolkozni az ilyen helyzetekről. Tehát általában inkább ezt mondanám, hogy a gondolkodtatás az, ami szemléletváltás akár, amiben mi tudunk segítséget nyújtani, és amire próbáljuk felhívni az ő figyelmüket. A szemléletváltásban benne van az is, hogy úgy váltok szemléletet, hogy én is kikommunikálom magamból a feszültségemet, a stresszemet? Igen. Aha, értelek. És akkor jöhet akkor a titkos verzió? Erre a kommunikációra csatlakoznék rá olyan szempontból, hogy én azt látom feladatnak, hogy a fiatalokat valahogyan itt tartsuk a való életben, tehát ne bújjunk bele eszközökbe, szerepekbe. Akár könyvekbe, szerepekbe, hanem egymással beszéljünk, és közvetlenül kommunikáljunk, illetve tényleg menjünk el együtt a rábapartra, vagy nem tudom, bármi. Csak az a lényeg, hogy közvetlen emberi kapcsolatok alakuljanak ki, mert én azt is látom egyébként, hogy diákszínjátszókkal foglalkozva ezek a srácok, akik eljönnek egy diákszínjátszó körbe, kevésbé jönnek mostanság a színházért, mint inkább a közösségi élményért. És azért, hogy tényleg emberekkel találkozzanak, és emberekkel csináljanak valamit közösen. Ők ezt a hiányt igyekeznek pótolni, úgy, hogy közösen csinálnak színházat, foglalkoznak helyzetekkel. Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, akkor ti azért is vagytok, hogy a szabadidős tevékenységet a gyermekek, vagy a fiatalok ne a kütyükbe bújva oldják meg, hanem kitárulkozva, egymással találkozva, egyfajta baráti kapcsolatot kialakítva. Igen, ugye, csak ez ugye nem konkrétan a RÉV Színházi és Nevelési Társulat feladata, hanem például a Révai Diákszínjátszó műhelye, amit mi működtetünk, de emellett még ott van az Arabóna, a Kimi, nem tudom, most a Grácia is még, ugye? Talán. Tehát, hogy több műhely van itt Győrben azért, akik ilyen módon igyekeznek összehozni a fiatalokat.
Mikor lesz egy következő előadásotok, amire ellátogathatnak? Hol lesz, melyik iskolában? Vagy ez annyira nem publikus, hanem mindig mentek a... Bejelentkezés alapján publikus az iskolában tett látogatásunk is, vagy előadásunk. Tehát aki szeretné megnézni akár a Kívülbelül, vagy akár a Massza című produkciónkat, szemlélőként megfigyelheti, hogy a diákok hogyan dolgoznak benne, illetve mi, de előzetes regisztráció alapján a szervezéskukac.imime.hu-n talán. Szervezéskukac.imime.hu. Impro Egyesület. Aha, igen. De azért van honlapotok is. Abszolút, Facebookon működő. Is megtalálhatók vagyunk. Így van. Tehát utánatok tudnak nézni. Így van. Írhatnak nektek, beszélhetnek veletek. Révszínház.hu vagy Facebookon Rév Színházi és Nevelési Társulat. Ugye az Irina című darab az idén 20 éves. Uh-huh. Ezért De mi lett a nővel címe? De mi lett a nővel az eredeti címe, igen, az eredeti darab, most 20 éves, ami itt készült a Győri Nemzeti Színházban. Ezt Kis Csaba írta három színészre igazából, Csehov novellák összefűzéséből. Ugye ezzel voltunk Tyumenben, Oroszországban is. És hát Balla Ricsi gondolt egy nagyot, és azt mondta, hogy jó, akkor hozzuk össze a két előadást. Mert hogy egy ideje most már nem játszották, de szinte folyamatosan játszotta ezt a három színész, azóta is, 20 éve. És akkor nézzük meg, hogy a kettő egymáshoz képest milyen, meg hogyan működik. Úgyhogy május közepén lesz egy olyan alkalom, amikor mind a két előadást megtekinthetik a nézők, és aztán lesz egy közös beszélgetés erről a Rómer házban. Uh-huh. Szuper, akkor megyünk május közepén irinázni. Jó. Nagyon-nagyon gratulálunk a díjhoz, és köszönjük. Várunk benneteket vissza. Köszönjük szépen. Önök a Hello Győrt látták, egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig is, ha tehetik, maradjanak Győr Plusz közelben. Viszontlátásra! A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.